nagyon jó érzés volt, hogy ott voltak a lányok, és hogy együtt tudtunk körülni. És amikor átjöttem egyesbe, akkor az volt, nem az legelső gondolatom, de ott volt, hogy de kár, hogy nincs itt valaki, akivel megoszthatom ezt az örömet. Azt mondod, hogy mindenkinek szava van a hajóban. Igen. Mi meg olyanokat hallunk néha-néha, hogy van egy, hogy mondják, vezérevezős. Stroke, igen. Ó, hát micsoda szép. Van egy vezérevezős, akkor ő neki nagyobb szava van, vagy ő inkább diktálja azt a bizonyos iramot, ütemet? Hát ő diktálja az iramot, ütemet, de ez egy... Mitől lesz valaki vezérevezős? Furcsa, hogy ő diktálja, mert nagyon kell figyelni a hátam mögött lévő lány, három lányra. Tehát hiába ő adja a csapást, hogyha olyan csapást ad, amit a hátam mögött lévő lányok nem bírnak el, beleadni az erőt, még azokba a csapásokba, akkor egyszer csak elfogy az erő a hajóba. Tehát nagyon, nagyon kell figyelni az elsőnek, hogy És ki dönti el, hogy ki lesz az a bizonyos stroke ott elő? Hát az élet, meg az edzők, meg ugye nyilván mi is. Tehát le kell ülni, kupaktanács, ki alkalmas rá. Nálunk ugye a Szabó Gabi volt ugye a stroke, aki engem is stroke-olt többször, sőt már nagyon, nagyon régóta, tehát már 16 éve megyünk párost. Igaz, volt nálunk egy ilyen csereme, régen én voltam a stroke, de aztán én úgy gondoltam, hogy hátul hasznosabb vagyok. Úgyhogy azóta ő stroke-olja a párosunkat. Ő került előre, és pont azért, mert mi egy páros vagyunk, nem szedtek minket szét, tehát én lettem a másik. A Kati azért került a harmadik helyre, hiszen rutinos, tapasztalt, erős, és pontosan beleillett szerintem a harmadik helyre, és a Kriszta pedig azért került a negyedik helyre, mert gyors, robbanékony, jól tud evezni a negyedik helyen. Tehát a negyedik hely az nagyon gyors már a víz, kicsit más technikát igénye, és ezt a Kriszta meg tudta oldani. Nem is tudom, kitől hallottam azt, hogy... Talán a Schumacheréktől hallottam azt, hogy te figyelj, de mindig én nyerek, te csak második vagy mögöttem című, ahogy térdeltek a hajóban. De még azt is mondta, hogy te csak harmadik voltál, mert a másik hajóból az első az megvett. Az első megelőzött, igen. Hát de jó lenne, hogyha ez sokszor így megtörténne. Térjünk egy picit vissza Újpestre, Danu, hogyha lehet. Mondtad, hogy ugye a pároddal együtt, és akármi, de milyen csapatba csöppentél, kivel tréningezel most együtt, mert ugye mondtad, amikor jöttél a beszélgetésre, hogy hát fáradt vagy, és edzésre jöttél. Ez most milyen csapatunk van, kikkel tréningezel együtt? Hát egyelőre még nem álltunk így össze, pénteken fogunk közösen futni. Várom, kíváncsi leszek, hogy milyenek lesznek. Egyelőre még itt egyedül járom, kelem az útjaimat, de nem sokára ez változik. Változni fog. Ugye, ha nincsen úgynevezett válogatott összetartás, tehát edzőtábor, akár külföldön, akár a vidéken, valahol Szegeden, Szolnokon, vagy mit tudom én, talán Dunavarsányban, akkor itt az újpesti vízitelepen, vagy ott folynak az edzések, vagy az újpesti klubban folyik majd az edzés? Hát ezek is még egyeztetés alatt vannak, igen, ott is fognak folyni. Kaptam lehetőséget a Oxygen Wellness-től, hogy oda is járhatok. Úgyhogy így közösen összemossuk. Tehát magyarul... Még egyeztetés. Képlékeny, de ez nem baj. Ez azért próbálok egy picit froclizni, mert ez minket nagyon érdekel. Én azt gondolom, hogy aki egy új családba csöppen, vagy lakást vált, elköltözik, és mindezt tényleg azért kérdezem, hogy biztonságban tudjunk. Tehát minél előbb szeretnénk azt, hogy egy burok vegyen körül, és akkor te csak abban törődj, hogy beülsz a hajóba, és az... száguljon, mint egy rakéta, úgyhogy ezt... Szerintem előbb-utóbb burokba leszek, csak így szép lassan megyek bele. Ez jó. Itt most következik egy olyan kérdés, amit szívesen fölteszek mindig a hölgyeknek, bár lehet, hogy ez egy picit nehéz lesz a válasz, ugye a hölgyeknél nem beszélünk az életkorról, de már beszéltünk arról, hogy államvizsgád van, már beszéltünk arról, hogy Rióig mindenképpen, tehát ottan megy az a hajó, a pároddal együtt vagy állandóan,
csinos vagy. Ha, köszönöm. Nincs vese, a hölgyeknél előbb-utóbb jön a gyerek. Igen. Jön a gyerek. Nem azt fogom kérdezni, hogy mikor akarsz gyereket, mert ez legyen, ami a jó Isten majd úgyis eldönti. De azt megkérdezném, hogy egy gyerek után van visszaút a világ tetejére? Mert ugye pontosan tudjuk, hogy akkor a gyerek, a család, edzés, világ tetej. Ez egy hölgynél, egy női sportolónál mindig választóvíz. Szerintem van visszaút. Tehát pozitív példának mondanám a Natasát, aki most függetlenül attól, hogy nem, most nem tudott olimpiát nyerni, de tudta hozni azokat az időket, tehát nem amiatt múlt, mert nem volt eléggé felkészült. Tehát sokkal jobban teljesít egy női szervezet egy szülés után. Tehát ezt szokták mondani, sokkal, pont most olvastam ma reggel, hogy a fájdalom küszöbbe sokkal jobban kitolódik a nőknek egy szülés után. Úgyhogy szerintem van visszaút, és volt már erről példa, mondhatnám Birgit Fischert, aki már két gyerek után, Idemet is, aki szintén gyerekek után ott tudott lenni, és tudja hajtani a szekeret. Jó, hát most nem akartam a gyereket belé beszélni, csak ez tényleg érdekelt engem is, hogy ez hogy működik hölgyeknél, mert ugye általában a sportágokban vannak férfiak és nők, vannak férfi edzők és nőket edzők. Nehéz összeegyeztetni, de szerintem lehetséges. Lehetséges, igen. Ez. Fiatal vagy, rengeteg győzelmet sikert arattál. Hát az olimpiánál magasabbra már nem igazán lehet jutni. Hát lehet, hogy majd kitalálják azt, hogy mint az univerzum olimpiá, és akkor talán. Elmondod, elárulod azt, hogy mi hajt még előre téged? Mi az, ami doppingol arra, hogy napi szinten lemenjél, és ezt az iszonyatos munkát elvégezd? Hát például ez a váltás is doppingol, hogy beszeretném bizonyítani, hogy így is lehet, és szeretném csinálni. Tehát valamilyen szinten pontosan ezért is. Tehát kerestem az új élményeket, az új szemléletmódot, valami frissítést szerettem volna csinálni. Mm-hmm. És az, hogy így váltottam, ez egy ilyen, pontosan egy ilyen útkeresésnek a vége. És remélem, hogy sikerül. Hát én nagyon bízom benne, hogy sikerül. Itt a beszélgetés vége felé úgy beugrott az, hogy minden bizonnyal más is megkérdezni, vagy ha nem kérdezem meg, akkor a fejemre koppintanak. Hogy itt vannak a lányok általában ugye nálatok, és többen országot változtattak, más országot választottak. Nem azért dadogok, mert nem tudom, hogy mi a helyes kifejezés. Tehát magyarul más ország színeiben szeretnének versenyezni. Te itthon maradtál, hála Istennek. És nem is azt kérdezem, hogy ki miért ment el, hanem inkább azt, hogy te, mint a magyar kajakkenu sport szemefénye. Hogy érzed azt, hogy ha nem akarsz, nem válaszolsz? Minden rendben van ebben a sportágban? Rendben, de szerintem globálisabban kéne nézni. Tehát nem csak ebből a sportágból mennek el, hanem sok más sportágból is elmennek. Sőt, sok magyar elmegy, és valami más szeretne, és nem csak magyarok, tehát így tényleg mindenki megy, vendégmunkások erre-arra, és szerintem a sportban is egy kicsit kezd beszivárogni ez is, hogy na, nézzük meg, milyen Ausztráliában élni, próbáljuk ki, milyen Kanadában, tehát... Ezt te akkor, én ezt te úgy, aki itthon úgy... maradtál, te ezt kihívásnak tekinted a többiek számára? Hogy érted a kihívást? Azt, hogy egy doppingnak egy más környezetben lehet, hogy ők azért mentek el, hogy feltöltődjenek új motivációkkal. Biztos van olyan része, aki ezért van. Tehát ez egyéni indokokat kell nézni. Uh-huh. Tehát mondjuk nézem mondjuk a Natasát. Ő szerb állampolgár volt, ő magyar lett. Most szeretne hazamenni. A Dalmáékat, ha nézem Benedek Dalmát, akkor
lemaradt három olimpiáról. Neki egy sportnak tényleg a szíve vágya, a leges, legmagasabb vágya az, hogy olimpián ott tudjon lenni, érmet tudjon szerezni, és lehetőleg aranyérmet tudjon szerezni. És minden lehetőséget szerintem ilyenkor meg fog ragadni egy sportoló, hogy ezt be tudja váltani, és mindenki ez irányba próbál mozdulni, illetve persze nyilván mindenkit hajt egy kalandvágy, hogy amit mondtam, hogy megpróbáljon új élményeket, új motivációkat szerezni. Hát Danu, figyelj ide! Én azt mondom neked, hogy téged is hajtott egy kalandvágy, hiszen Újpestre jöttél hozzánk, igen, nagy örömünkre. Egyetlen kérdés maradt a végére. Nem a sport. Nem sportkérdés. Említetted, hogy államvizsga megvan. Mi leszel, ha nagy leszel? Edző, netalántán a tanult szakma, ez a gyógynövény, segíts ki, hogy mi? Gyógynövénytermesztés. Termesztés, esetleg mindkettő. Sokszor fölteszem magamnak ezt a kérdést, és egyelőre még nem találtam rá választ, tehát én is próbálom már így előre találni a helyemet. Én tényleg nyitott vagyok mindenre, tehát én el tudom képzelni, hogy gyógynövénytermesztéssel, vagy valami gyógynövényes dologgal fogok foglalkozni. Az edzőt azt kevésbé tudom elképzelni, tehát úgy gondolom, hogy ha abba hagyom versenysportot, akkor nem biztos, hogy kajakozással szeretnék foglalkozni, de tényleg nagyon nyitott vagyok mindenre. Mit mondjak, ne hagyd abba egyelőre, még a kajakozás, maradj meg nekünk. Én csak annyit tudok, hogy mondani, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és az Újpesti Televízió köszönöm nézőinek elmondtad azokat a bizonyos titkokat is, egy pici titkokat is, ami benned volt. Kösz szépen, és nagyon sok sikert kívánunk az elkövetkezőkben.